Drága testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amely alapján az ő szent lelkét segítségül hívva és várva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Ezen a vasárnapon megtalálható a már előbb elhangzott és olvasott igében, Máté hírása szerinti evangélium 12. részében, annak is egészen pontosan a 13. versében így szól hozzánk. Ekkor így szólt Jézus ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. Foglaljunk helyet, testvérek. Drága szeretteim, tudhatjuk nagyon jól, hogy ha egy kicsit is járatosak vagyunk az Ószövetségnek a világában, mondhatnám így is, hogy a zsidó embereknek a kultúrájában, amivel azért mégiscsak egyek vagyunk, és összeér ez a kettő bennünk az Új Szövetség népével, hogy a zsidó emberek azok halálosan komolyan vették a törvényt. Ezen is belül az egyik legkomolyabb törvénynek számított az, amiről itt olvasunk ebben az evangéliumi szakaszban, mert a zsidók halálosan komolyan vették a szombati napnak, a sabbátnak, a nyugalom napjának a megtartását. És a legnagyobb bűnök közé tartozott az, hogyha a mózesi rend szerint és az arra épülő hagyomány szerint valaki ettől a hagyománytól eltért. Ha az nem azt csinálta, amit előírtak, és azt csinálja, ami tiltva volt. Az évszázadok során nagyon sok kiegészítés került a Tórán kívül a zsidó hagyományban ehhez a parancsolathoz, ami a 10 parancsolatban is benne van. És az idők során ki lehetett jelenteni azt, hogy sajnos egy idő után elérkezett az a pillanat, amikor már az ember volt a szombatért, és nem pedig fordítva. Nem a szombat volt az emberért, pedig eredetileg ezt így rendelte el az Isten. A 7. nap a pihenésnek a napja. Annyira kiéleződött ennek a tragédiája, amit nem vettek komolyan és túlságosan is ráépül a zsidó hagyomány, hogy a zsidó történelmet egyébként, hogyha olvassuk, akkor többször is találkozunk azzal, hogy a zsidó nép pont azért él át valamiféle tragédiát, mert ehhez a törvényhez ragaszkodtak. Történetesen az egyik, amelyikre gondolok, az a Makkabeus háborúknak az ideje, Krisztus előtt második század, ami a református, illetve a protestáns biblia fordításokból ugyan kimarad, de a katolikus szentírásnak a részét képezi, megemlítve és utalást téve arra a valós történelmi tapasztalatra, hogy a makkabeusok, akik harcban álltak a zsidó nép védelmében és a római légiókkal harcoltak, úgy szenvedtek vereséget egy alkalommal, hogy a római légiók szombatnapra időzítették a támadást, tudván azt, hogy a zsidó ember szombati napon úgysem fog fegyvert fogni. És kihasználták ennek az erejét, és ott álltak a zsidók, kezükben kard, kés, pajzs, minden, ami ahhoz kell, hogy harcolni tudjanak, de mivel szombati nap volt, ezért vereséget szenvedtek. És hasonlóképpen az ókori világnak az egyik nagy keleti hódítója, Pompeius is hasonlóképpen aratott győzelmet Jeruzsálem felett, amikor azt ostromolta, összehordtak mindenféle árkot ásva és dombot építve a Jeruzsálem falai köré egy olyan részt, ahova katapultokat lehetett építeni, és bár a zsidóknak minden lehetőségük meg lett volna arra, hogy védekezzenek a Pompeius által vezetett támadás ellen, mégsem tették meg, és bejárta az ókori világot ez a hír, hogy hát lám, ezek a zsidók ennyire fanatikusok, ennyire fundamentalisták, mondhatni azt, hogy ennyire ostobák, hogy elveszítik a saját életüket csak azért, mert a törvény szerint nem lehet fegyvert fogni ezen a napon. És mi is ezt mondhatjuk, amikor ennek a kultúrának a mai élő és nagyon gazdag örökségében gyönyörködünk, és
szemléljük, hogy hát bizony egyébként ez tényleg olyan maradiság, olyan távoli tőlünk, hogy miért van az, hogy valaki ennyire ostoba, hogy ennyire feleslegesen vesz halálosan, komolyan egy törvényt. De hadd mondjam azt, testvérek, hogy azért van valami szíven szólító ebben az örökségben, mert hogyha szívünkre tesszük a kezünket, te is és én is, és komolyan feltesszük magunknak a kérdést, akkor nagyon nehéz olyan dolgot találni, amire azt mondjuk mi, mai keresztjének, akik annak valljuk magunkat, hogy van olyan törvény, amire mi az életünket tennénk, ami miatt mi akár a halált is vállalnánk, amit halálosan, komolyan veszünk, legalább annyira, mint amennyire a zsidók a szombatnapnak a megtartását. Hogy van-e olyan evangéliumi igeszakasz, vagy csak a hegyi beszédnek egy-egy olyan passzusa, hozzánk szóló tanítása, amire azt mondjuk, hogy hát ezt én annyira halálosan komolyan veszem, hogy ezt én megtartom bármi áron. Bízom benne, hogy ennek a kérdésnek a mélységéről tudunk ma együtt gondolkodni, és ennek az értelmét megtalálni. Nos, tehát a törvény magyarázók szombati napnak az előírása szerint úgy értelmezték a szombati napot, amelyről ez az evangéliumi szakasz szól, hogy csak egyetlen egy felmentéssel lehetett bármit tenni a szombati napon, különösen ami a gyógyítást illeti, az az, hogyha valakinek az életét lehetett megmenteni. A szombati napon mindenki nyugalomban volt, és mindentől távol tartotta magát. Egyetlen egy dolog volt, amiben egyetértés volt, az pedig az, hogy ha életmentésről volt szó, akkor azt meg lehetett tenni, és erről nagyon gazdagon rendelkezik is a mózesi törvény, még az állatokra is kitér. Azt mondja, hogy ha valaki kútbe esik, akkor azt szabad kihúzni, hogyha valaki éles tárgyal vágást ejt a maga testén, akkor azt szabad bekötözni, hogyha valakinek eltörik valami, akkor azt szabad ellátni. Viszont, ami ide tartozik, az az, hogy ha valaki egy sima betegségben szenvedett, akkor azt nem volt szabad ellátni. Hogyha valaki valamilyen krónikus betegségben szenvedett, valami olyanban, amiben már benne van hosszú ideje, mondjuk 3 éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve, vagy ne adj Isten, születésétől kezdve, akkor azzal nem volt szabad foglalkozni. Mert az nem számít. Azzal miért foglalkozna egy zsidó ember? De hogyha ez így volt, akkor Jézusnak miért volt fontos mégis az, hogy ezt a béna kezű embert meggyógyítsa? Miért kezdi el Jézus ennyire látványosan provokálni a zsidó embereket, pont a zsinagógában? Mert hogyha nem teszi meg, akkor nem olvassuk azt, amit itt egyébként mond is az evangélista, hogy szövetkeznek ellene, hogy kijönnek a zsinagógából az írástudók és a farizeusok, és azt mondják, hogy döntsük el, hogy akkor vesztő helyre visszük, törvény elé juttatjuk, akkor talán Jézus sem kerül a keresztre. Miért provokálja őket? Hát testvérek, azért, és ez az első üzenet ennek az igének, mert Jézus halálosan komolyan vette azt, hogy az emberi élet az első. És az embernek a szeretése, direkt így mondom, kicsit magyartalan, és nem annyira szépen hangzik, tehát hogy ne értsük fel, hogy nem az embernek a szeretete, hanem az embereknek a szeretése, a cselekvőleges szeretetbe helyezése az első. És ezt nem mi találjuk ki, hanem az Isten találja ki. És Jézus nem csak azt vette komolyan ezzel, hogy szeretni kell az embert, hanem azt is, hogy ha valaki segítségre szorul, akkor ott és azonnal azt meg kell tenni. Ugye ismerjük a régi közmondást, ami úgy szól, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Talán ez többeknek a fejébe benne van, és vannak, akik így élnek, de vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy helyreérünk arra még, nem olyan fontos az, hogy az életünkben az, amit megteszünk, az, amit szeretnénk, elhatároztunk, azt most azonnal megtegyük, hogyha valamit egy embernek szeretnénk elmondani, vagy valakinek szeretnénk segíteni, akkor azt megtegyük most, hanem megtehetjük azt. És
Jézus ezzel megy szembe, amikor azt mondja ennek az embernek, hogy nézd, mert ezt is mondhatta volna, hogy gyere vissza holnap, amikor már elmúlik a szombat, gyere vissza akkor, amikor már elmennek innen az emberek, talán a zsinagógában se lesznek annyian, de legalább itt leszünk. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy nyújtsd ki a kezedet. Itt és most. Testvérek, ez egy komoly üzenetet helyez a mai kereszténység szívére azzal, hogy meddig várunk a magunk dolgaival. Mert mi is átélhetjük azt, hogy milyen az, amikor valamit elhalasztunk, valamit elszalasztunk, elhalogatunk. Aztán persze jól megmagyarázzuk, és azt gondoljuk, hogy hát ennek így kellett lennie, a végén pedig már nem tehetünk semmit. Valamennyien tudnánk ilyen példákat mondani, én is mondtam már az életemből, de hadd mondjak egyet, talán ezt még nem tudják a testvérek, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor a lelkészi pályámnak az elején jártam, és az első segédlelkész évemet kezdtem el, akkor Kunszent Miklóson, ahol felnőttem, az egyik helyi nyugdíjas lelki pásztor, Isten nyugosztalja, csak a legnagyobb tisztelettel mondom ki a nevét, Csákai Gyula bácsi, amikor hallotta, hogy megkezdem a segédlelkész évemet, akkor azt mondta, hogy Tamáskám, gyere el hozzám, beszélgessünk. Hol jársz, hova mész, mit fogsz szolgálni? Az ő háta mögött ott volt 40 plusz 20 nyugdíjas lelkészi szolgálat években számolva. És akkor halogattam, közben fölkerültem Budapestre, elkezdtem a szolgálatomat, aztán egyszer már csak a rossz hír jött, hogy a Gyula bácsi elment. Már nem tudok vele találkozni. És ott volt bennem ez a rossz érzés, hogy mi az, amit miért halogattam? És hányan vagyunk így azzal, amikor valamit szeretnénk elmondani valakinek, vagy csak valamit fölajánlani az életünkbe, de már nem tehetjük meg azt. Egyszer egy temetésen éltem át, hogy egy fiú zokogva borult le az édesanyjának a sírjára, és mondta, hogy ha még 5 percig itt lehetnél, elmondanám azt, hogy szeretlek, de már nem vagy itt. Ugye mennyire fontos Jézusnak ez a cselekedete, ez a mozdulata, hogy azt mondja, hogy nyújtsd ki a kezed, itt és most, ne várj. Ne azt számolt, hogy alkalmas-e az idő, vagy alkalmatlan, ne azt számolt, hogy szombat van-e, vagy nem. Az Isten minden egyes napot meg tud áldani, testvérek. Minden egyes napot szombattá, ünnepnappá tud tenni, minden egyes pillanatban meg tud szentelni bennünket. A másik üzenete ennek az igének, hogy Jézus nem csak egyszerűen szembe megy ezzel a halogató, berögzült emberi gondolkodással, hanem az is része ennek az igének, hogy helyreállítja ennek az embernek a méltóságát, az önértékelését. 2000 évvel ezelőtt, hogyha valakinek béna volt az egyik keze, akkor az nem csak egyszerűen, ma így mondjuk, hogy rokkant nyugdíjas volt és leszázalékolt, hanem szellemi értelemben a társadalomnak, ami nagyon szorosan kapcsolódott a vallás megélésével, egy méltatlan helyre került. Úgy bántak utána ezzel az emberrel, úgy foglalkoztak vele, mintha nem lenne ember. Mintha az állatokkal lenne egyenértékű. Mert ugye nincsen rajta az Isten áldása, se tesuta, olyan bénácska, nem tudja fenntartani a családját, nem tudja bemutatni az áldozatot, hát akkor ő már innentől kezdve egy leírt ember. És Tamás evangéliuma, ami egy apokrif iratnak számít, ugye az apokrif iratok azok, amelyek nem kerültek be a Szentírásnak a kánonjába, hoz egy megjegyzést ezzel a történettel kapcsolatban, azt mondja, hogy ez az ember, akit itt Jézus meggyógyít, ez kőfaragó lehetett, kőfaragó volt, aki talán azért volt éppen nyomorult, nyomorék, és az egyik kezére béna, mert a kalapáccsal ráütött a kezére, és úgy maradt. És oda megy Jézushoz, Tamás evangéliuma szerint, és azt mondja neki, hogy gyógyíts meg engem, mert nem akarok ebben az állapotban maradni. Ezt nem tudom ellátni a családomat, könyörülj rajtam, gyógyíts meg. Mert így nem vagyok ugyanaz az ember. És Jézus így fordul oda hozzá. Tudjuk nagyon jól, hogyha valaki beteg, vagy hogyha valaki lelkileg törik meg,
akkor az mennyire ilyen méltatlan állapotba tud hozni bennünket. Akkor erőtlennek érezzük magunkat. Azt érezzük, hogy amit egyébként fizikailag képesek lennénk megtenni, még azt sem tudjuk ellátni, még azt sem tudjuk megtenni. És hány ilyen ember van, és hányszor vagyunk mi magunk is ilyenek, testvérek, hogy kisebbségi komplexusban vagyunk, azt gondoljuk, hogy mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy valamit megtegyünk, valamit elérjünk, és összetör bennünket annak a súlya. Ez lehet akármi, a betegség, lehet a gyász, lehet a sikertelenség, lehet a szakmai kudarc. És én nagyon sokszor tapasztaltam már meg, testvérek, azt, ami sokszor magától értetődő lenne, de nem az, hogy ha az embereket bíztatjuk, hogyha az embereknek egy-két az életükbe illő helyén való oda passzoló szót mondunk, akkor az életük az visszakerülhet a rendes kerékvágásba. És ez nem csak a lelkészeknek lehet a sajátja. Ismerjük az öt szeretet nyelvet, ugye? Az öt szeretet nyelv az arról, annak a definíció, hogy az ember hányféleképpen tudja a másik embert szeretni, hogy szeretve legyen. És ezek közül az egyik az a dicsérő szó, ami az embernek az életét tudja helyre zökkenteni és helyre rázni. A feleségem mondta azt a minap a nagyobbik lányunknak, aki még csak 3 éves, aki megtanulta azt, hogy ha dicséri a főztjét, akkor azzal megajándékozza a feleségemet. És ő mondta a feleségem, hogy milyen jó, hogy megtaláltad már, hogy mi a szeretet nyelve, mert hogyha megdicséred a főztemet, akkor ott sikerélményem van. De azért legyünk őszinték ebbe is, testvérek, hogy az életünk az nem csak arról szól, hogy mit eszünk és mit iszunk, hanem arról is szól, hogy merre tartunk, és hogy az Istennel való kapcsolatunkban milyenek vagyunk. És Jézus erre bátorít, hogy merjünk szólni, hogy merjünk odafordulni a másikhoz. És a harmadik üzenet ennek az igének, ami Ézsaiás profétának a szavaihoz kapcsolódik, akitől ugye ezt idézi Jézus, hogy íme az én szolgám, akit kedvel a lelkem. Akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdetek a népeknek. És ez nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. A megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki, még győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. Ugye Jézus ezt akkor mondja, amikor ezt az embert meggyógyítja, és voltak ott még sokan, ezt megjegyzi az evangélista, akiket elbocsájt, és hogy miért fontos ez a számunkra? Azért, mert ez egy határvonal az Ószövetség és az Újszövetség megértése között. Ugye, Ézsaiás prófétának az idézetéből 4 nem hallatszódik ki, ami fontos. Azt mondja, hogy nem szít viszályt, nem kiáltozik, nem rúg bele abba, akinek így is elég baja van, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Ez a Jézus életnek a 4 titka. Hogyha valaki Jézus követő ember szeretne lenni, akkor ezen a 4 nemen keresztül mérheti le azt, hogy az ő élete Krisztusié. Miért? Hát azért, mert hogyha visszagondolunk, hogy Ézsaiás hogyan szól és Jézus hogyan szól, akkor az egy kontrasztot jelent. Ugye Ézsaiás proféta, de lehetne hozni más profétákat is példaként, azok valóságosan kiáltottak. Erőből szóltak, dűvel mondták azt, amit mondtak, azt, amit képviseltek, azt szerették volna így érvényesíteni. A proféták, amikor annak idején szóltak, akkor nagyon sokszor még átkokat is mondtak az emberekre. Ehhez képest Jézus Krisztus nem ezt teszi, hanem azt, amit a proféta jövendől, azt cselekszi meg. Nem szít viszályt, nem kiáltozik, nem rúg bele a másikba, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Itt lehet látni azt, hogy az Ószövetség az még nem ért véget. És ezért mondom azt, testvérek, hogy ugye bár lehet fölhozni a makkabeusokat és a zsidókat és a Tóra követőit példaként, vagy ellenpéldaként, de nem szabad azt mondani, hogy bezzeg ők és a másik, amíg bennünk az Ószövetség véget nem ér. Hányszor szégyenülünk meg, testvérek, azért, mert mi is, ha valamit meg akarunk oldani, akkor kiáltunk, ha valamit meg akarunk oldani, akkor az asztalra csapunk,
hogyha valamit szeretnénk elérni, akkor azt mondjuk, hogy inkább ne is létezzen, menjen a szőnyeg alá, kioltjuk a mécsest. Nem szégyenülünk meg ebbe, testvérek? Én egészen. Nehéz így ide jönni és így fölállni a szószékre, hogy tudom azt magamról, de nehéz így az Isten előtt is megállni, hogy hát hol tartok én ebben? Hány házasság van, ami azért megy tönkre, mert nem találjuk meg a megfelelő szavakat, mert úgy viszonyulunk a házastársunkhoz, úgy fordulunk oda hozzá, úgy mondunk le róla, úgy döntünk férjek a feleségükről, vagy feleségek a férjükről, hogy hát az már semmire se jó. Elment fölötte az idő. És már csak ezek a megoldások maradnak. Testvérek, Jézus erre hív bennünket, hogy ne skatujázzunk be, hogy forduljunk oda a másikhoz, és hogyha gyengeséget látunk, és hogyha azt látjuk, hogy valaki elesett, vagy hogyha valaki az eséshez közeli állapotban van, vagy netalán a földön van, akkor azt ne bántással, ne olyan módon akarjuk megoldani, ahogyan a helyzet adná, mert hogyha valami megoldódik, akkor nem úgy oldódik meg, testvérek, hogy szépen mondjuk, hogy türelmesek vagyunk. Nem úgy válik valósággá a lélek gyümölcse bennünk, hogyha Jézusnak ezt a magatartását követjük. És végül, de nem utolsó sorban gondoljunk arra is, és ez talán az utolsó üzenete ennek az igének, ami szintén el kell mondani és meg kell említeni, az az, hogy Jézus a lehető legegyszerűbben cselekszik. A krisztusi életforma az lehet azt mondani, hogy minimalista. Azzal szembe, ami a zsidó kultúrában és az ő vallásosságokban kiegészítésre kerül, és mindenféle parancsolatnak a tovább színezése és költése, az Jézusnál roppant egyszerű. Az az, hogy nem vár el sokat az embertől, és nem vár el többet sem tőle, mint amit ő maga megtesz. Ugye meg tudjuk terhelni a saját életünket is azzal, hogy próbálunk szakmailag jók lenni, vagy a munkatársunktól, vagy a házastársunktól. Jézus ezzel szemben nagyon egyszerűen cselekszik, és hogyha Jézus életformát akarjuk követni, akkor tulajdonképpen nem kell túlgondolni a saját életünket se, hanem ennek az örömét kell megélni, hogy bizony-bizony a mi pislákoló és megrepett nátszál életünk is tehet valamit, mert bizony az a világosság az még akkor is világosság, hogyha pislákol, és ez a nátszál még akkor is tart valamit, hogyha egyébként meg van repedve. Ezzel szeretném zárni, testvérek, a gondolataimat, és kívánom mindenkinek, és magamnak is, és valamennyiünknek, hogy éljük meg azt, hogy mi magunk is komolyan vesszük Jézusnak a szavát, vegyük komolyan azt is, hogy nem halogatjuk azt, amit Jézus ránk bíz, és merjük komolyan venni azt is, hogy mindaz, amit ő elénk hoz, emberi gyengességet, azt szeretnénk megtartani és életben tartani. Amen.